Hölgyek, urak, nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit. A Select Guitars Rig interjújának következő állomásán vagyunk, ahol a TomTom stúdióban László Attila lát minket vendégül. Nagyon szépen köszönjük a lehetőséget Attilának, és az, hogy meglátogathattuk és beszélgethetünk a gitárosoknak oly fontos berendezéseiről. Örülök, hogy eljöttetek. Engedd meg, hogy onnan indítsak rögtön, hogy általában ugye mi érdekli a zenészeket, a gitárosokat, ugye ez egy szakmai interjú, szabad így fogalmazni, az, hogy alapvetően te milyen berendezéseken, milyen hangszeren játszol, illetve mi az, ami mögötted van. Ugye nagyon sok formációban játszol, különböző műfajban is ráadásul, különböző produkciókban. Te abban hiszel, hogy hangszer, és mondjuk egyenesen bemegy a vonalba, vagy erősítőt használsz, pedálokat használsz, vagy van olyan formáció, ahol ez teljesen változó, és mondjuk az adott helyzetben, mondjuk stúdióban nem preferálod a, nem tudom, az erősítőt, ez el szokta érdekelni az embereket. Hát igazából a kérdésedre az a válaszom, hogy én inkább hangban gondolkodom. Tehát ahhoz, ami abba a zenébe illik, vagy amit elképzelek, azt próbálom megtalálni azt a hangzást, vagy azt a hangszert, vagy erősítőt, vagy akár vonalat stúdióba, effektet, ami oda passzol. Ez a kiinduló pont. Na most, ami hangszert illeti, ami a hangszereket illeti, hát elég jól felszerelkeztem pontosan emiatt, különböző kategóriájú és különböző hangzású gitárokkal. Úgyhogy úgy érzem, hogy megvagyok. Tehát minden olyan feladatra, ami feladat, hát ez zenélés. Igen. Hát. Tehát minden olyan alkalomra, inkább így mondom, amikor van valami elképzelésem, ki tudom választani a hangszerek közül azt, ami oda legjobban illik, vagy passzott. És például a hangszereken túl, akkor azon is gondolkozol, hogy mondjuk valami effektet, mondjuk egy zengetőt, egy kórust, vagy valami kis szövetet szeretnél a hangzáson, akkor például úgy közelíted meg, hogy van olyan, ami mondjuk jól szól, de tudod jól, hogy szoftveresen utólag lett, vagy vannak-e mondjuk olyan fajta elképzelésed? Ugye vannak, ez egy hitvita, ugye ezekről nem szoktunk vitatkozni, de elmélkedni viszont szabad. Tehát, hogy vannak, azt mondja, hogy már pedig szoftveres utómunkával, mondjuk én sose rakok rá zengetőt. Van, aki meg azt mondja, hogy már pedig, ha ez lemezfelvétel és stúdió körülmény, akkor mondjuk csak ilyen effekteket használok. És... Igen, az ideális esetben az ember azt hallja, ami aztán lesz. Úgy is játszik, tehát egy gitáreffekt rajta van, máshogy játszik, mint hogyha nincs rajta. Inspirál az, ezzel hogy... együtt olyan cuccok vannak már stúdiókban is, megfordultam már néhány komoly stúdióban is, olyan effekteket képesek utólag is rárakni hangmérnökök, amitől az egy új dimenzióba kerül. Aha. Tehát itt én élőben szeretek játszani, a stúdió fölvételnél is szeretem, hogy azt hallom, igazából, vagy alapvetően, ami végül is lesz, és azt a klímát, vagy atmoszférát kell megteremteni. Van úgy, hogy nem használok egyáltalán effektet a gitártrióval, mikor játszunk, Babos Gyulával, Tátrai Tibusszal, akkor sokszor van, hogy csak direkt a hang, dinamika, és ahogy a sors megteremtette azt a gitárhangot. Van úgy, hogy effektet használok, természetesen hát a gitárnál, kíséretnél egész más hatást keltenek ezek a dolgok. Nem véletlenül ment rá annyi élet erre gitárosok között, akik keresik a hangszerüket, az erősítőiket és az effektjeiket, mert annak funkciója van. De alapvetően azt hiszem, hogy a jó hangszerek azok tudnak olyan effektust magukba hordoznak. Magyarul kódolva van bennük, ha úgy tetszik, lelkük van, és ez egy nagyon fontos kitétel. Van, amelyiknek nincs, van, amelyiknek megvan, és már inspirál. Aztán még egy dolog, hogy én például szeretem azt, hogyha nem csak simán gurul egy hang, hanem van egy olyan lehetőség benne, hogy ember egy kicsit jobban megküldi, vagy megpengeti, és akkor történik ott valami a hanggal. Tehát ezek olyan szempontok, amik egy hangszer kiválasztásánál fontosak. Hát például a Fender hangok azok általában ilyenek. Igen, a Gibson hangok inkább a éneklős, vagy legátos hangzásra, dallamhangzásra nagyon jól használhatók. Hát ilyen dolgok. Mielőtt a gitáridról beszélgetünk,
Te választasz például úgy hangszert, hogy nincs ott a megszokott környezeted, nincs ott a megszokott erősítő, például és önmagában mondjuk a hangszert, vagy egy idegen erősítőn, vagy mindig azt mondod, hogy ha én mondjuk szeretnék egyet beszerezni, vásárolni, ajándékba kapni egy hangszert, akkor igenis ragaszkodom az, hogy a saját berendezésemen, cuccomon kipróbáljam. Vagy te hiszel abba, hogy mondjuk egy nem tudom, Fender Marshall erősítőn egy akármilyen üzletben kipróbálva, ez téged meggyőzött. Egy hangszer, amikor mondjuk kipróbálom, az fontos, hogy otthonos érzése legyen az embernek, tehát hogy otthonosan érezzem magam rajta. Ez alapvető dolog. Egyébként ez a hangzásban is az. Millió, rengeteg és nagyon szuper jó erősítő van, mégis azt kell választani, ami otthonos, segíti a játékot, inspirál, ezt megérzi az ember. Én elsősorban, mikor kézbe veszek egy hangszert, ez az első benyomás, de ez 10 másodperc alatt kiderül. Nem se kell kapcsolnod az erősítőt, hanem igen, már úgy ez magába. Ez a játék része. Igen. A hangzás része pedig az, hogy hát valóban több erősítőn ki lehet próbálni, de megérzi hamar az ember. Ugyanis az akusztikus megszólalás és az elektromos megszólalás alatt vagy között lehet különbség. Igen. Olykor nagy különbség. Baromi jól szól akusztikusan a hangszer, de nem az a pick-up van rajta, vagy más hangot ad. Na most érdekes például a piezókkal azt a hangzást, amit mondjuk egy ilyen gitár kelt magába, azt keresi sokszor az ember füle. De ezt nehéz megtalálni. Értem. Mert hogy az elektromos, az ott szét van szedve az a hang, és össze van elektromos úton rakva, és bemegy valahova, ahol megint szétszedik hangszóróra, aztán neke. Tehát ezt a hangot sokszor keresi az ember, erre találták ki a piezót, ami ilyen akusztikus hangot úgy kombinál, igen, a pick-up hanggal. Uh-huh. Úgyhogy ez egy olyan keresgélés, ami attól is függ, hogy milyen dinamikával szeret játszani az embert, hogy viselkedik különböző pengetésekre. Bonyolult lehet a dolog, mégis térjünk vissza egy pillanatra oda, amivel indult ez a beszélgetés. A legfontosabb, hogy milyen az a hang, amit oda elképzelsz, és annak, ha létezik ilyen, mi a jelentése. Térjünk rá a gitárokra. Nagyon szép darabok vannak itt körülöttünk. Melyikkel kezdjük? Hát legközelebb ez áll, ez egy favorit. Ez a Gibson L5-ös L5 gitár. Ez egy, sokat játszol rajta. Hát igen, régóta megvan. Ez egy csúcsmodell tulajdonképpen, ha úgy vesszük. Egész keveset csináltak, ha jól tudom, 73 darabot, ebben nem vagyok egészen biztos, de egy kis széria. Az az érdekes ugye, hogy a L5-ös Gibsonok azok nagyobb testű hangszerek szoktak lenni, vastagabbak, és ez egy úgynevezett cutaway, tehát itt ki van vágva hegyesre. Na most ez nem feltétlenül a hangzásban jelent valamit, hanem ez a széria, ez így készült. És ennek olyan hangja van, hogyha vonalon bedugom a keverőbe, akkor is egyből jó. Akkor igen. Ha erősítőbe dugom, egyből jó szól. Tehát nagyon szeretem, főleg jazzre. Hát a jazz zenében a nagy testű gitárnak annak külön helye van, vagy polca van, és ez tudja ezeket, egy csomó fölvétele játszottam rajta, meg hát koncerteken is. Thank you.
79-ben vettem egy olyan zenész kollégától, aki vendéglátozott Németországban, ezt hazahozta, ezt a gitárt, és éppen pénzzavarba volt, úgymond. Nekem volt egy 335-ös Bordeaux Gibsonom, hát az is egy szenzációs gitár, de ezt megláttam, és úgy gondoltam, hogy én ezt szeretném. És aztán odaadtam neki azt, illetve ráfizettem, és akkor így meg lehetett oldani, hogy ő is jól járt, és én pedig azóta sem válok meg, és valószínűleg nem is fogok. 79 óta az egyik szerelmed akkor. Ez megint egy nagyon kedves hangszer, amit a Medgyessy Tibi gitárkészítő mester barátom nekem csinált, úgyhogy itt van egy kis monogram benne. Tehát gyakorlatilag én elmondtam, hogy mit szeretnék. Le is rajzoltam alakját, és sokat beszélgettünk, meg konzultáltunk, másfél évig készült a gitár. Úgyhogy ő ezt a fát, amiből, illetve hát több fáról van itt szó, itt három réteg fa van egymáson. Ezeket kellőképpen kiszárította, és nagyon gondosan a legjobb hogy mondjam, elképzelések szerint rakta össze. Egyébként a három fa az azért van, mert én úgy tudom tőle, hogyha egy fa van, az így rezeg, ez a három meg valahogy egymást úgy fogja meg, hogy nem egy ilyen rezonancia lép föl. Tehát nyilván ez az ő szakértelme volt, amikor beszélgettetek, hogy így van. Attila, azt javaslom, hogy ez ilyen, vagy legyen. És az volt a kérés, hogy szóljon úgy, mint egy jazzgitár. Aha. Tehát annak ellenére labgitár, igen. És ez tudja ezt a hangot. Én első ránézésre azt gondolnám, igen, hogy nem azt a hangot keresném benne. Igen, nagyon sok, tehát nem is Gibsonig egészen, de van egy ilyen meleg, puha hangszíne, és hát egy ilyen űrhajószerű... Van egy kis pult, igen, van, a kisebb stúdiót ott kezdődik. Mindennel, sok lemezen meg fölvételen játszom vele. Megint gyakran előveszem, ez a hang olyan, ami nem található meg más, de akár gyári hangszerek. Olyan, ahhoz mondjuk ragaszkodsz, hogy mondjuk a Gibsonnal játszol csak tiszta dolgokat, ezzel meg a kicsi drive torzító dolgokat, vagy abszolút azt mondod, hogy lehet, hogy ezzel megy fel egy-két tiszta hangzás? Általában két gitárt szoktam vinni egy még jazz bulikra is, vagy koncertekre is. Egy meleg hangzású, az egyik pedig ilyen kicsit, hogy mondjam, tárgyilagosabb, mint a Fender. És amikor ilyen jazz hangzású gitárt, akkor ezt a kettőt ebből választom ki, hogy melyik. Hát praktikus okokból is, nagy Isten, egy húrszakadás, akkor ugye van egy tartalék hangszered is. Igen. Az sem utolsó. Thank you.
ennek a gitárnak a hangja egyébként éneklő, tehát jobban tartja a hangot, az a különbség mondjuk a Gibsonnal szembe túl azon, hogy nem nagy testű. Érdekel. Tehát ez egy ilyen éneklő, lapgitár. És azért, úgyhogy nagyon jól lehet használni. Úgyhogy vannak középső pikök, egész fenderes hatást is el lehet érni, ez a pattogósabb hangja. Úgyhogy ez egy ilyen... És ez iszonyú kényelmes, gyors is. Testre szabott, így van, testre szabott szintén számomra örökbecsű darab. Ez is piros, igen, én a pirosat azt nagyon kedvelem gitárba, főleg ez a Paul Reed Smith, ismerik szerintem nagyon sokan a gitárosok, ez egy csúcs modell, abból igen. A szempontból, hogy annyira kényelmes, hogy az magával ragadó. Tehát amikor igen. Egy ilyen gitárt az ember elkezd próbálgatni, akkor utána nincs hiányérzete. Ja, hiszem. És a másik jellegzetessége az, hogy a hangjában, amikor van egy olyan prezenc, bizonyos felvételeken, vagy akár zenekarban, egyszerűen kiszól, átszól a zenekaron. Tehát aha. Nem beleolvad masszaként, hanem van valami, ami sok ilyen gitár van. És mégsem hangos a gitár, de mégis úgy érzed, hogy ott van. Tehát hát igen, igen. Például a Music Man gitár, aha. Az is olyan, hogy kiszól a teteje. Ennek is van egy ilyen nagyon jellegzetes fénye. Mindenre nem használható, pont emiatt meg kell találni azt a, például a jazz az előbbi helyzettel összevetve, meg kell találni pontosan, de én is ezt sokszor használom. Igen. Például a Charlie koncerteken, igen, azokban igen. A számokban, amelyik ilyen kicsit lírai hangzást igényel, szenzációs jó gitár, és hát nagy kényelem van. Szalai András barátom által fejlesztett gitár szintetizátornak a egysége. Uh-huh. Ez már olyan, hogy ez villámgyors és nagyon biztos. Úgyhogy ezt általában MIDI fölvételekre, hogyha hangszerelek aha. Vagy zenét szerzek, Sibelius programmal elgitározom, és már írja a kottán. Igen, mert hogy a szenzációs hangszerelési közreműködéseid vannak munkád, illetve a lemezeken és a saját lemezeid is, gyakorlatilag fogod, és amikor elképzelsz, nem tudom, egy vonósokat, akkor úgy hirtelen ezt kézbe veszed, berakod, és akkor ezt rögtön ki tudod próbálni? Vagy ott billentyűn rakod fel? Hát a vonósokat billentyűn. Igen, tehát ami, vagy fúvósokat. Aha. Ami akkordszerű és akkordszerű megszólalás általában inkább úgy, aha. Viszont ellenszólamokat. Az arra nagyon jól lehet használni, vagy szeretem használni egyszólamú dolgokra, vagy dallamvezetésre. Hát eleve ugye gitárosként igen. Kézre áll egy csomó dolog, meg inspiráló is. Ez egy Fender Telecaster, és most akkor kezdünk egy kis történeti bizony. Bemutatóba, illetve a hangszerrel kapcsolatban. Szintén Megyesi Tibi barátom mondta, azt mondja, lényegében kétféle gitár van, a Fender szisztéma és a Gibson szisztéma. Azon múlik ugye, hogy hol vannak fölfüggesztve igen. A húrok, és hogy hova van rakva a pikő.
Tehát a Fendernek van egy szisztémája, elvileg, ha egy söprű nyílni, de felrakja, így az ember a húrokat ilyen távolságban odarakja, pikapot, az is Fender hangot húzol. A Gibsonnak ugyanez más, igen, más az húszol. Gibson hang. Tehát itt a Fender Telecaster vagy a Stratocaster, az tulajdonképpen hasonlóan ezt a pattogó, kicsit tárgyilagos, de igen, nagyon, hogy mondjam, inspiráló hangot. Indulós pattogó, igen, én is ezt. Igen. Nekem volt Stratocasterem is több, ebbe az a érdekes, hogy ez szólisztikus játéknál kicsit máshogy viselkedik. Aha. Ez is tud éneklő hang, tud lead lenni, vagy ilyen vezető hang a hangszíne alapján, és ez nagyon fontos. Hát pont a Charlie koncerteken szintén, vagy jazzrock bulikba nagyon sokat használtam, és nagyon beválik. Ugyanakkor a kíséretben is van egy olyan ilyen komplett hangja, vagy hangzás annak ellenére, hogy ez egy kicsi gitár, ez egy csöpség. Ami meghazudtolja a látványt, vagy a méretét, és hát egy jó erősítővel ez mondjuk nagyon szárnyakat kap a gitáros is, olykor a zenekar is. Igen. Ez a gitár így eredeti formájában így érkezett hozzád, vagy cserélgettél benne valamit esetleg, nem tudom, van, aki ugye évente... Nem cseréltem. Ezek az eredeti hangszedők. Így, ezt megvettem Tatabányán. Elhoztam, és az volt a gitár az amelyet. Felvételeknél sokszor vonalból játszom, például Gibsonnal. Van úgy, hogy erősítővel, ez attól függ, hogy mit igényel a zene. A vonal gitározásnál van egy steril jellege, néha az jó tud lenni, amikor olyan dús a közeg, ezzel a nagyon tiszta hanggal lép előre a gitár. De hogyha kell egy kis mély, vagy egy ilyen, hogy mondjam, ütése a hangnak, akkor használom az erősítőt fölvételeknél is. Ez az erősítő, ez egy kedvenc darabom. Nyerges András barátom, hangmérnök barátom készítette számomra annak idején, és hát ez egy prototípus, azóta már sokat csinált, nem mahagónival árulja most már, de ez az első példány, ez még egy gyönyörű ilyen mahagóni keretet kapott, és ugyanígy a hangfal. És a lelke, ez egy csöves erősítő. Ez MOSFET-es. Igen. És egy kicsit a Fender, kicsit a jazzgitár erősítők között van a hangja. És ez érdekes, hogy gondolkodtunk rajta, hogy milyen legyen ez a borítás. Andrásnak a felesége egy ilyen ruhavászont, ami rugalmas, ilyet talált. Soha semmi baja nem volt, semmi nem látszik rajta már, nem tudom, évtizedek óta. Tehát ez egy jó húzás volt, ráadásul egy családi módon itt összeállt a kép. Úgyhogy ezt nagyon sokat használtam, és szívesen, főleg jazz koncerteken. Aztán van ez a szett, a Meza Boogie, amit mostanában mindenhova viszek, mert ezzel tudom a rock bulikat is, tehát a Charlie koncerteket is játszani, illetve jazzre is nagyon jól szól, ebben négy cső van, Mark 3-as a fej.
A mezának használod a torz előfokát, vagy csak tisztán használod? Használom, tehát a torzítónál csináltattam szintén a Nyerges Andrissal egy ilyen négy állású kapcsolót, amiben ez a torzító, booster, az EQ, benne lévő zengető kapcsolóval tehát is. Tudod vezérelni magát? Igen. Lehet 30 watton, 60 watton, hogy hány cső kapcsol be, van benne egy ventilátor, bizony. Hogyha szobában van, akkor ne. Tehát ez egy olyan gondosan megcsinált kis ilyen bikák laknak benne, idézőjelben úgy szól, szenzációs tehát. Ez pedig egy ilyen Bogner set, aminek szintén az a érdekessége, hogy jazz koncerteken is nagyon jól szól. Tehát ennek két hangszóró van benne, két 12-es talán szelesen, ami ez egyik egy puhább hangú, a másik pedig egy keményebb. És akár két mikrofonnal leveszik a hangot, akkor egy ilyen mixelhető hang lesz kifelé. Van egy Vox AC30-as erősítőm, amit ilyen rockos hangzáson nagyon jó tudok használni. Ezt az Audmax cégtől kaptam, és hát megtisztelő, de túl azon hát baromi jó szól, és gyakran használom, főleg Charlie Bulikon a Mezabugi mellett. Hölgyek, urak, nagyon-nagyon köszönjük a megtisztelő figyelmeteket, és köszönjük szépen László Attilának és a TomTom stúdiónak ezt a remek lehetőséget és az interjút. Köszönjük szépen még egyszer. Köszönöm.